Hát én igazából a horgászatot azért szeretem, mert ez egy örökös tanulás. Mindig van benne új minden egyes horgászattal, vagy minden egyes versennyel valami új tapasztalatot. Kifogyhatatlan. Mindig lehet benne fejlődni. A mai napon mit tanultál? Mai napom? Hát ez ilyen saját részre tanultam, hogy ne hallgassak mindig másra. Április 30-án finomszerelékes horgászversenyt rendezett a Hofesz horgássulia a Balatonújlak melletti Mária csatornán. A megmérettetésre három kategóriában várták a jelentkezőket, ahol 2x3 órás intervallumban és szektoron belüli átüléssel szabályozták a feladatokat. A kora reggeli kezdéskor még nagyon hűvös, szeles körülmények fogadták a fiatalokat, de a délután folyamán igazi horgászós időjárás alakult ki. Egy csodálatos vízen, amit Szári vezérigazgató úr rendelkezésünkre bocsátott, tudunk itt egy nagyon-nagyon sok halas, sok dévéres, karikakeszeges, kárászos versenyt Balatonújlakon megélni, az utánpótlás 15-ös csapattal. A 20-asok, 25-ösök is természetesen megmérettetnek. Nagyon örülök neki, hogy itt Újlakon, a Máriai csatornán látjuk vendégül az ország legjobb fiataljait, és egy nagyon színvonalas, jó versenyt láthatunk, különösen, hogy ilyenkor ugye a Máriai csatorna mindig a legjobbik arcát mutatja, kifejezetten kedvez a versenyhorgászat számára. Dévérkeszekből, karikakeszekből most nagyon sok van fönt, részben időjárás függő is, hogy a fogások hogy alakulnak, de úgy gondolom, hogy azon a versenyen, ahol 20 kiló alatt nem lehet labdába rúgni, ott azért el lehet mondani, hogy hallal jól ellátott a pálya, és lehet látni, hogy a gyerekek nagyon ügyesek, reményteljesen pecáznak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jövő adva van itt a pályán. Nagyon-nagyon régen vártuk azt az eseményt, amikor az országban egy olyan alakult ki, hogy megtudjuk nem csak az országos bajnokságon, hanem egy olyan versenyen is méretetni ezeket a srácokat, illetve a szülőket, akiknek nem nagyon van lehetőségük így összemérni tudásukat. Sajnos csak egy évben, csak egy országos bajnokságban ezeknek a gyerekeknek egy hét, amin kipróbálhatják a versenytudásukat, és ez egymással való versenyzés, tehát ki hol tart ebbe a történetbe, és úgy gondoltuk, úttörők leszünk ebben a versenyben, reméljük, hogy lesznek követőink. Jelenleg 18 lelkes tagot számol a 2016 óta működő Magyarország egyetlen megyei szövetség által szponzorált horgássulia. Fő célkitűzésük a finomszerelékes és a féderbotos horgászat megismertetése a gyermekekkel. Fontos számukra, hogy az utánpótlás nevelésük a versenyhorgász szférában folyamatos legyen a legkisebbektől egészen a legnagyobbakig. Hétvégente foglalkozásokat tartanak a gyermekek számára, valamint a nyári szünetben táborozási lehetőséget is nyújtanak a fiatal horgászok részére. Neves szakemberektől kapják az elméleti és gyakorlati tudást a spitz, rakós, meccs és féderbotos módszerekről.
jelen vannak a hazai és nemzetközi versenyeken, ahol a tapasztalatszerzésen túl rengeteg dobogós eredményt gyűjtöttek be már. Ország színe javak réme megjelent ezen a rendezvényen. A Hofesznak, Magócs Gábornak lehet köszönni azt a történetet, hogy el tudtunk ide jutni. Rengeteg szponzornak, rengeteg segítőnek azt a dolgot, hogy tartalmában gazdag, nagyon jó versenyt tudjunk megélni, rengeteg izguló szülővel, rengeteg halfogással és egy nagyon-nagyon jó felkészüléssel az egész versenyszezonra, hiszen a szezon elején vagyunk. Annak örülünk, hogy ennyi versenyző eljött erre a megmérettetésre. Nem gondoltuk mi se, nem gondoltuk, hogy ekkora létszáma, de nagyon örülünk ennek az egésznek. Nagyon sok olyan srác van köztünk, aki az első versenyét üli meg, és család is. Természetesen, ha az első, akkor annak emlékezetesnek kell lennie. Nyilvánvaló, hogy már a sorsolásnál, amikor megkapta az első érmét, amin a rajtszáma volt, az egy óriási dolog. Szakágvezetőnk is, akinek szerintem ez a szíve csücske, ez az utánpótlás, és ő úgy gondolja, hogy ennek lesz folytatása. Magyarország a finomszerékes versenyhorgászatban a világérvonalába tartozik. Most igazából, ha nem törődünk az utánpótlásunkkal, és nem biztosítunk elég gyakorlási lehetőséget rendesen mezőnybe versenyezve, tehát nem csak a hétköznapi horgászatokra gondolok, akkor igazából nem tudjuk főzárkóztatni a mostani fiataljainkat a mostani nagyon eredményes idősebb versenyzőink mellé. Tehát ilyen versenyekre borzasztó nagy szükség lenne. Azért mondom, hogy lenne, mert egyébként meg sajnos nem sok van. Tehát elmondható az, hogy mondjuk a magyar bajnokság egy olyan verseny az ifjúsági korosztályoknál, ahol ilyen nagyságú mezőny egy pályán tud horgászni és egyszerre. A nemzetközi halfogó bajnokságokban is a hazai színek mindig nagyon jól szerepelnek. Ennek egyik alapja az, hogy az utánpótlás már jó legyen, és jó felkészült fiatal horgászok álljanak aztán később majd a felnőtt mezőny rendelkezésére. Az is elmondható, hogy javarészt nekik versenyzési lehetőség egyébként az év folyamán úgy adódik, ha több nagy tét versenyen külön kategóriába beültetik az ifiket, de ugyanaz nem teljesen ugyanaz. Tehát én azt gondolom, hogy el kell indítani ezt a folyamatot, át kell gondolnunk, hogy hogyan tudjuk ezt még jobban felpörgetni, és tenni kell azért a jövőben, hogy ez még jobban menjen. Elkészült régi rutinos versenyzők állnak a fiatalok mögött, ugye, hogy most itt Nagy Attila itt van, U15-ösöknél Martin tanár úr. Én úgy gondolom, hogy ez is megoldott, minden adva van ahhoz, hogy ők is a legjobb eredményt érjék el. Úgy gondolom, hogy olyan emberek kellene kezdeni a gyerekek mellé, akik hétvégén kimennek a gyerekekkel. Nem elég csak egy hónap, egy hét végét kimenni, mert amit aznap a gyerek tapasztal, vagy amit éppen beszélgetünk, azt egy hónap múlva nem biztos, hogy vissza tudja esetleg mondani, vagy úgy horgászni. És tudom, hogy sok idő ez. Mindenki dolgozik, mindenki rohan ebben a mai világban, de
minimum 2 hetente a gyerekekkel ki kell menni a vízpartra. Nyilvánvalóbb az országos szinten vannak szakkörök is, ahol gyakorolnak, de nagyon fontos a vízpart is. Tehát ez a legfontosabb, így tudjuk őket itt tartani. Ez egy csapatmunka, tehát a szülő és gyermek egy csapatot képvisel, jobb esetben van esetleg segítőjük, vagy még jobb esetben maga a szülő a segítő, aki egyébként hozzáértő a horgászathoz, de ez nem mindig adott dolog. Én azt gondolom, hogy összehozza a családokat, összehozza a szülőket a gyerekekkel, sőt, a gyerekeket a gyerekekkel is. Tehát itt kialakulnak aztán olyan barátságok, olyan kapcsolatok, amiket később rendkívül jól fel lehet használni. Egymást meglátogatják, egymásnál vendéghorgásznak, vendégül látják őket a szülők is. Tehát el lehet indítani komoly folyamatokat a horgászat útjában. Jövőre a mi szövetségünkkel, a Hofesszal és a Nagy Attilával próbáljuk ezt kiszélesíteni. Próbáljuk az országunknak a keleti részére is elvinni, Miskolc részére, Győr, Székesfehérvár és ugyanide vissza. Ez nem kis munka nyilvánvaló, ez sem volt kis munka. Hál' Istennek nagyon sok szponzor és nagyon sok arára kezd mögé. Reggelem az szerencsés volt, már a sorsolásnál egy szélső helyet húztam. Azt tudni kell, hogy a szélső helyeken több hal van, sikerült is megoldanom. 28 kilót fogtam, ami a mai napon a legtöbb hal volt egy forduló alatt. A második fordulóban szektor közepére húztam, ott sikerült egy szektor 2-t csinálnom, és így összesítésben 3 ponttal 45 kiló fogással sikerült megnyernem az U25-et. Első fordulón egész jól ment. Volt egy kis szünet, ami nagyon rossz volt, hogy kiesett, mert összeguhancolódott a szerelékem. A második fordulóban hát nehezebben indult az első óra. Az én szektorom nem volt olyan erős. 2-est csináltam mind a 2 fordulóban. A napom teljesen jó volt, a délelőtt jobban indult, a délután kicsit kevesebb lett, de hát mindenkinek rosszabb volt. Az első fordulóban az A4-es helyet húztam. A délelőtt igazából a dévérkeszegekről szólt, nekem legalábbis. A második fordulóban az A8-as helyet húztam. Ott inkább a karikakeszegek voltak nagyobb számban, mint a dévérek. Én a délelőtti fordulóban egy felső széle melletti helyet kaptam, ami igazándiból szólva a rosszabb széle, de tudtam, hogy lesz rajta hal, úgyhogy úgy készültem, hogy sok halra. A Benni, a csapattársam egy 2 kilóval legyőzött az első fordulóba, de nem sajnáltam tőle egyáltalán. Ugyanazon a taktikán voltunk, neki egy jobb helye volt délelőtt, úgyhogy jól megoldotta. Délután pedig a 4-es helyet kaptam, ami szintén egy jó helynek volt mondható, de ott több hibát is vétettem, úgyhogy végül is egy 3-ast tudtam csinálni a délutáni fordulóba, és végül összességében elég lett a második helyre. Szélét kaptam délutánra, aminek nem annyira örültünk, mert tudtuk, hogy a sneci bezavarhat, végül nem zavart, a kevesebb volt a hal pályaszinten is, meg nálam is a szélén. Lehetett fogni rajta a keszeget, én szeretek itt horgászni. Az első fordulóban elkezdett jól jönni a hal, majd egy 15 perc után belassult,
és akkor jöttek az infók másoktól, és akkor utána végig rossz volt, akkor csináltam egy hetest. Közepes eredményt sikerült hoznom, egy szektor 5-ös eredményt. A második fordulóban a A8-as helyre ültem át. Ott igazából a karikakeszegek voltak nagyobb számban. Belülük sikerült fogni 12 kilót, ami szintén egy 5-ös eredményre sikerült. Így összetettben a szinten 5. helyen tudtam végezni. Nem volt sajátos trükk, mert az etetőanyagot is, ahogy szinte a pályán végigmentünk, láttuk, mindenki ugyanazt dobta a vízbe. Ugyanaz volt mindenkinek. Egy picit az volt a különbség nálam, hogy talán nagyobb buszókat használtam, 3-4-5 grammosat is, és mások nem annyira biztos, hogy ekkorákat. Dobogós helyezést szerettem volna, de így negyedik lettem összesítésben, szóval így elégedett vagyok nagyjából. Azt gondolom, hogy hasznos volt, hogy tegnap már lejöttünk és kipróbáltuk a vizet. Múlt héten itt volt egy verseny, onnan is kaptunk információkat. Tudtuk, hogy nagyon sok a hal. Leginkább a gyorsaság fog számítani, mert igazából bárki meg tudja fogni, csak az számított, hogy mivel tudjuk minél gyorsabban és felpörgetni a pecát, gyorsabban kiszedjük a halakat és visszahelyezni a csalit. Jövőbeli tervek az U20-as országos bajnokságon egy jó eredmény, egy top 10, top 15, annak nagyon örülnénk, ennyi a terv nagyjából. Megyei bajnokság, és ennyi. Bekerülni a válogatottba. Az U20-as országos bajnokság egy top 10-en belül szeretnék végezni, azért megteszek mindent. 2 hét múlva megyünk az országos klubcsapatbajnokságra, nyáron az U25-ös bajnokságra, illetve lesz még egy világbajnokságunk Portugáliába, úgyhogy be van táblázva a nyár. Volt egy sírás nevetés minden már az első periódusban is, mert grammokban mérhető teljesítményeket nyújtanak itt a srácok. 60 dekától a 20 kiló fölötti teljesítményig. Volt olyan kis srác, aki az egyéves halkvótáját egy családnak megfogta most ezen a mai napon. Illetve volt olyan is, akinek rengeteg gyakorolni valója van még ahhoz, hogy 20-30-50 évig még köztünk legyen ebbe a kis 800 ezeres zárt közösségbe. És úgy gondolom, hogy megkapják a kis ajándékukat, és minden gyereknek egy olyan emléket szeretnénk erre a versenyre, hogy az eredménytől függetlenül, illetve eredménytől függően piszkos büszke lesz erre a mai napra. Nagyon profi rendezéssel volt dolgunk, zökkenőmentesen ment minden, mérlegelés, limit, maga az egész verseny is. Azt gondolom, hogy ez egy jó irány, hogy a fiatalokat motiváljuk, és kialakuljon egy újabb generáció, mert azt gondolom, hogy szükség van a fiatalokra. Nagyon szeretnénk, hogy az ország többi területén is több gyerek lenne, tehát ebben a sportban, ebben a nagyszerű sportban. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan sport, hogy a gondolkodás az nagyon fontos, a vízzel való kapcsolat, a halakkal való kapcsolat. Egy nagyon színvonalas versenyen vettünk a mai napon részt, gyönyörű szép kupákkal, nagyon szép díjazással. Mindenki kapott valamilyen ajándékcsomagot, ami úgy gondolom, hogy a fiataloknak egy nagyon jó dolog, hiszen van sikerélmény, a helyezettek pedig színvonalas ajándékokat kaptak, illetve utalványt, úgyhogy mindenki tud belőle jó dolgokat választani. Ilyen színvonalú versenyt ritkán lát az ember.
de ezt még nyugodtan elmondhatom, hogy a felnőtt kategóriákra is igaz. Tehát ez egy olyan széleskörű összefogás eredménye ez a verseny, és olyan professzionális szervezési tevékenység történt itt, amit azért ritkán látni. Profi versenyzők is voltak, nagyon színvonalas lett. Elégedett vagyok a versennyel, jól éreztem magam, szervezés az profi volt, úgyhogy nagyon köszönjük. Nagyon szeretném nektek megköszönni azt a sportszerű versenyzést, amit itt láttam nálatok. Tényleg azt gondolom, egy példaértékű verseny volt minden tekintetben. Tervezgetjük is itt a jövőt, meg szövegetjük az álmainkat, hogy lehetne ezt egy picit jobban, még jobban kiszélesíteni, meg még sűrűbbé tenni.